Környezetvédelmi Világnaphoz kapcsolódva múlt pénteken immár 19. alkalommal adta át a Kidajbel Pál környezetvédelmi emlékérmet a Város Stratégiai Bizottság. Az elismerést 1999-ben alapította a közgyűlés, amelyet a város környezetvédelméért kimagasló munkát végző személyek, intézmények vagy egyesületek vehetnek át. Kidajbel Pál több mint 200 évvel ezelőtt, 262 évvel ezelőtt született, és Magyarországon ő volt az egyike az első olyan tudósoknak, aki elkezdte feltérképezni Magyarország kőzet vagyonát, elkezdte feltérképezni a botanikai körülményeket, illetve az ásványvíz vagyont. Magyarán mondva az ökológiai első lépéseket ő tette meg. Ennek emlékére, és ma miután az ökológiai nagyon fontos kérdéskör, ennek emlékére alapította a város ezt a díjat, és keresi meg minden évben erre érdemes személyt. Az idei díjazott Fátrainé Csanaki Éva, a Móricz Zsigmond Általános Iskola intézményvezetője, sokat tett a tanulók környezetismereti oktatásáért, a környezettudatos életmódra nevelésért, valamint a környezet és természetvédelmi ismeret terjesztéséért. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra ez a díj. Nagyon régóta dolgozunk az iskolával együtt a Zöld Iskola programunkon. Ez a díj egy közös munkának az eredménye, és minden kollégámnak köszönöm, hiszen ez egy együttes próbálkozás kitüntetése. 2007-ben indítottuk útjára a Zöld Iskola programunkat, és azóta már mentorálunk más iskolákat is a Zöld Iskola programmal, illetve az Ökoiskola pályázat megírásával. A környezet tudatos életvitelre nevelést tűztük ki célul. Az emlékérem idén is jó helyre került, hiszen az intézményvezető több évtizede közreműködik környezetvédelmi pályázatokban, konferenciák és környezetvédelmi versenyek szervezésében, valamint részt vett a Győr-Szent Iváni tanúsvény létrehozásában is.